Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, a Tisztaigar község önkormányzat által szervezett Mézes reggeli elnevezésű rendezvényen. Külön kiemelten köszöntöm Xeniak Stélecet, Szlovénia nagykövet asszonyát, dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter urat, településünk és térségünk országgyűlési képviselőjét, dr. Kálai Mária kormány megbízott asszonyt, dr. Dobozi József tábornok urat a belügyminisztérium képviseletében, Varga Tibort, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal, tiszafüredi járási hivatalának hivatalvezetőjét, Ádámné Holló Szilviát, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal, tiszafüredi járási hivatal foglalkoztatási osztályának osztályvezető asszonyát, a környező települések polgármestereit, Tiszaigar lakosait, és minden meghívott vendéget, aki elfogadta a meghívásunkat. Természetesen nagy szeretettel köszöntöm a gyerekeket, hiszen ez a kezdeményezés elsősorban nekik szól. Át is adnám a szót Szilágyi László polgármester úrnak, kérem mondja el ünnepi köszöntőjét. Nagykövet asszony, miniszter úr, tábornok úr, kormány megbízott asszony, polgármester kollégák és minden meghívott vendégünk, nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit itt a Tiszaigari Arborétumba, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hiszen a településünknek az egyik égköve. Ezt az arborétumot valamikor Széki Péter birtokos alapította, és ha egy kicsit az időkerekét visszatekernénk, nem is olyan messze, egy olyan 50-100 méterre, még a Tiszának a hullámait is láthatnánk, és szintén egy olyan 50 méterre ellenkező irányba a Mátyás fát is láthatnánk, ami a legenda arról szól, hogy Mátyás király valamikor a vízparton, Tiszaparton, mikor erre járt, oda kötötte ki a lovát. A település, amit érdemes tudni, jövőre ünnepli a településünk 760. évfordulóját, és hogy a méhészkedés hogy is került ide, erről egy pár szót szeretnék mondani. 2010-ben, mikor a belügyminisztérium meghirdette a Start közfoglalkoztatási programját, mi akkor azon gondolkoztunk, hogy mihez is tudnánk kezdeni. Mihez is kezdhet egy pici település, akinek ilyen adottságai vannak. Mihez tudnánk kezdeni, akár növénytermesztésbe, állattenyésztésbe, a mezőgazdasági programba, amit kis infrastruktúrával, de mégis egy különleges dolgot tudnánk csinálni, és így jött a méhészkedés. 2011-ben 25 méhcsaláddal kezdtük el a méhészkedési tevékenységet, amit legjobb időszakban 140 családra sikerült felszabadítani, ami úgy gondolom, hogy már egy elég szép állománynak mondható. Erre a közfoglalkoztatásunk ráépített keretek készítésére és egyéb asztalosipari tevékenységre, tehát mi magunk állítottuk elő az összes méhészethez szükséges eszközt és szerszámot. Egy sajnálatos két évvel ezelőtti esemény után sajnos állományunk megfeleződött, mikor is egy szándékos mérgezést kaptunk, amit utána sikeresen kihevertek méheink, és újult erővel vágtak bele a munkába. Nagy öröm számunkra, hogy ez a kezdeményezés, ami 2001-ben elindult, majd a 11 órás üzemátadó ünnepségen látszik, hogy be is ért, és mégiscsak jól döntöttünk, hogy ebbe a tevékenységbe fogtunk, hiszen teljesen az elejétől kezdve, most már látjuk a végét is ennek a tevékenységnek, hiszen már nem csak megtermeljük a mézet, hanem most már csomagolni, értékesíteni és piachoz jutni is tudunk. Örülök, hogy ez a mézes reggeli elnevezési program, ami Szlovéniából indult, eljutott Tiszaigarra, és valóban egy ilyen gyönyörű szép környezetben tudjuk ezt az eseményt megtartani és kialakítani. Kívánok mindenkinek erre a napra nagyon jó szórakozást, egy nagyon szép napot, és nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit a település nevében. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, polgármester úr, kedves szavait! Külön köszönet illeti Belánszky Demkó Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős főosztályvezetőjét. Most pedig felkérném Xenia Stélecet, Szlovénia nagykövet asszonyát, ossza meg velünk gondolatait. Kedves miniszter úr, polgármester úr, hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Én a szlovén gyerekek és méhészek üdvözletét hoztam magammal ma ide, és elmesélem önöknek, nektek, hogy hogyan is indult ez a kezdeményezés. Körülbelül több mint 8-10 éve a szlovén méhészek úgy gondolták, hogy megismertetik a gyerekekkel
a mézet. Hogy miért jó a méz, miről szól, és miért, jó, miért fontos a reggeli. Ezért bementek az iskolákba a mézükkel, és megszervezték az első mézreggeliket a gyerekekkel. Ennek a kezdeményezésnek megörültek úgy a tanárok, mint a szülők, hiszen maga a méz azon felül, hogy egészséges, nagyon sok a tápanyag, vitamin. Lehet, hogy a gyerekek nem szeretik ezt a szót, hogy vitamin, és enni kell, és reggeli. De egy idő után, amikor a mézes kenyér a reggeli rendszeres részévé válik, akkor egy idő után talán a gyerekek is megkedvelik, és megszeretik, és főleg a méheken keresztül. A szlovén méz reggeli az most már több felé ágazott a kezdeményezés. Egyrészt a szlovén méhészek Európa szerte kezdeményezték, hogy a november 3. hetének péntekje az Európai Méz napja legyen. Másrészt különböző országokban, így Magyarországon is ez a kezdeményezés egyre-egyre több lelkes résztvevőt von körébe. Ősszel a miniszter úrral Sziget-Szentmiklóson népszerűsítettük a mézet. Hoztam nektek szlovén mézet, csak azért, hogy lássátok, hogy Szlovéniában is termelik a mézet, mert Mária Teréziának is az egyik méhészettel foglalkozó fontos szakembere szlovén volt. Ismeri kell a szlovén méheket, a szlovén szürke méh az védett állat, és őshonos, Szlovéniában őshonos. És még talán azt is elmesélem, és ha valakit érdekel, akkor meg tudom mutatni, itt van nálam néhány rajz. A szlovénok annyira becsben tartották a méheket és a mézet, hogy a kaptárakat külön festményekkel látták el. Az előbb említettem, hogy a mézreggeli hagyomány kinőtte magát. Szlovéniában most már szlovén reggelinek hívják. És amellett, hogy a reggeli, a méz, a rövid élelmiszerlánc, a helyileg termelt élelmiszer fontosságát emelik ki vele, a szlovén reggelivel még a szlovén otthon termelt hagyományos ételek fontosságát is kiemelik. És hogy ezt bemutassam önöknek, nem csak mézet hoztam magammal, hanem egy hagyományos szlovén tárkonyos kalácsot is. Úgyhogy később szívesen megvendégeljük önöket. Köszönöm. Köszönjük szépen nagykövet asszony kedves szavait. Most pedig felkérem dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter urat, tartsa még köszöntőjét. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyermekek, szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendezvényen. Köszönöm. Köszöntöm a település, a környező falvak, városok képviselőit, a megyei vezetőket. Azt hiszem, hogy nagyon fontos alkalomnak vagyunk a részesei, hiszen az életmódunkat, a felfogásunkat is befolyásolja, és az a célunk, hogy minél több gyermeket ismertessünk meg a mézzel, a magyar mézzel, és mindazzal a kultúrával, amit az étkezésben, az egészséges életmódban a magyar méz betölt. Ezért is csatlakozott Magyarország ahhoz a szlovén kezdeményezéshez, amely Mézes reggeli néven indult, és én örülök annak, hogy ehhez a programhoz 70 iskola, 30 000 diákja csatlakozott az elmúlt esztendőben.
folytatjuk ezt a programot, részesei vagyunk a kezdeményezésnek azért, hogy az egészséges táplálkozásra, az egészséges életmódra felhívjuk a figyelmet, lehetőleg már az óvodás és iskolás korban, hiszen akkor alakulnak ki azok a fogyasztói szokások, élelmiszerfogyasztói szokások, amelyek később is meghatározóak az életünkben. És én nagyon fontosnak tartom azt, hogy erre a mai programra itt Tiszaigaron kerül sor, hiszen Tiszaigar az országban elsőként indított egy olyan startmunkaprogramot, amelyben a méhészet kiemelt szerepet tölt be. És a termeléstől, a feldolgozáson keresztül a kereskedelemig tulajdonképpen a teljes termékpálya kialakult. A mai nappal egy olyan feldolgozó üzemnek is a átadása megtörténik, amely ezt a munkát teljessé teszi. Így megélhetést ad helyi terméket, olyan helyi mézet, amelyről Tiszaigar a környékben és távolabbi tájakon is ismerté válik, ismerté válhat. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyermekek, néhány nagyon fontos dolgot a mézről mindenképpen érdemes tudni. Az egyik az, hogy a magyarságnak régóta sajátja a méhészkedés. Ez visszamutat egészen a honfoglaláskorig, sőt még korábbi időszakokba is. És a magyar méz az méltán világhírű az Európai Unió mézkereskedelmébe. Nekem 40%-a Magyarországról származik. És 2014 óta az akác méz, mint hungarikum, különös védelmet is élvez. Minőségi mézzel Európa legtöbb országában jelen vagyunk, és az a célunk, hogy ez az erős mezőgazdasági terület a jövőben is gyorsan fejlődjön. Egy másik fontos adat, hogy ma Magyarországon mintegy 3/4 kiló mézet fogyasztunk évente, ez még mindig elmarad az Európai Unió átlagától, de az elmúlt néhány évben meg 7-szereződött. Mintegy 10 deka volt a fogyasztás 10 évvel ezelőtt, ami egy jelképes mennyiségnek is tekintető, tehát egy nagy előrelépés van, és a méz, mint édesítőszer, süteményeknek a alapanyaga egyre inkább tért hódít. A célunk az, hogy ez a folyamat ez ne álljon meg, ezért is fontos a mostani alkalom, mézes reggeli mézkóstoló, és bízunk abban, hogy a felnőttek számára is egy kecsegtető, inspiratív alkalom. Ez az a mostani, akár települési, akár otthoni gasztronómiai vonatkozásban, különböző rendezvényeken, főző versenyeken a méznek is meg lehet találni azt a helyet, amely megilleti. Úgyhogy én kellemes időtöltést kívánok, ma igazán majális jellegű az időjárás itt a természetben, ez is a természet közeliségét mutatja az oktatások, a gyermekek számára biztos egy emlékezetes alkalom lesz, de azt hiszem valamennyi résztvevő számára egy emlékezetes pillanatnak vagyunk most a részesei. További kellemes napot kívánok, és hamarosan a mézüzem átadásán fogunk majd találkozni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen miniszter úrnak a köszöntőt! A tiszaigari óvodás és iskolás gyermekek is nagyon készültek erre a napra. Kérem, fogadják szeretettel tavaszi verseiket! Búj, búj, rajta, rajta, leszakadt a bajta, leszakadt a bajta, benn maradt a macska. Hosszú lábú gólyamadár, egy deréken nem láttunk már. Rég messze jár az ősz a tél, de jó lenne már, ha jönnél. Megvan még a régi fészked, ide kell hát visszatérni. Gábor nap is elmúlt, már szépen zöldül a határ. Mikor halljuk kelet-kelet, tudjuk itt van a kikelet. Patak partján zöld a rád, gólyamadár, várunk rád. Muszi ül a fűbe, fűbe szundikálva, talán nyuszi beteg vagy, hogy még nem is ugorhatsz. Nyuszi hop, már is egyet elkapod. Feleselő kis nyulacska, tapsi füles kis nyulacska, miért bújt el a bokóba? Kicsi nyuszi, gyere velem, van friss káposzta levelem. Mezei nyúl az én nevem, ne törődjél annyit velem.
Erdőt, mezőt végigjárunk, káposztát is megtalálunk. Ilyen röki nyuszi vagyok, a lábacskám leszket, piros répel lopok tanni, hideljön minket szed, fülem hosszú, bundám selmes, a farkintem pöttön, húrfékó a gyerekselek, alig vála jöttön. Kunyorog, farenken kuporog, nagy fejét forgatja, hol erre, hol arra. Izeg, mozog, toporog, tipi, topi, top, top, top. Kipi, kopi, kalapás, húrfarag a fakopás. Kalapás a hegyes csőre, lyukat farag a fatőre. Lyukat farag jó nagyot, kirántja a kukacot. Mit most levélhatni szája? Tittyes, pattyos, varrott keszkenői. Ha szél volnék, újítók állnék, madár volnék, röppen korogják. Még szívem, mert így legyen, mert téged elvennélek. Tavaszi dúdoló, száj, ide száj, oda, ez a világ szálloda. Én a nyíló ablaka, rédre néző ajtaja, lepkeszál könye a csillárja százbibe. Száj, ide száj, ide, nektár és virágból, nem lesz sehol most. Száj, ide száj, oda most így meg a szálloda. Mackó, ugorjál, mackó, mackó, forogjál, tapsolj egyet, ugorjál. Mici, maci, az erdőben szomorúan nézett, az gomogta, a régóta nem kapott már mézet. Mackó maga megsajnálta, itthon is volt délre. Kis macinak lépes méz volt a finom ebédje. Nyalogatta és boldogan nézett a mamára. Másik fele elég lesz még este vacsorára. Mackó mama megfizette az édesség árát. Az erdőben megcsípték darazsak az állát. Megfogtam egy magocskát, ástam neki lyukacskát. Beletettem, betemetem, gerebjézem, öntözgetem, megsüti a napocska, kibújik a magocska. Nő a szára, nő virága, jön a szél. Megfújja, elrepült a magocska. Az egyszeri méhecske, egyszer egy méhecske, mit gondolt magába? Elindult megnézni, mi van a világba. Itt van a kikelet, jobb a útra kelek. Keresek jó helyet, virágos réteget. Talált is nem sok a méhecske lakhelyet, az ikari erdőbe kaptát és réteket. Azóta itt lakik családja, barátja, mézet gyűjt szorgosan és viszik a kaptárba. Aranyosi Ermin, Maci és a méz. Mackó pajtás mézet enne, urut talált, s mézet benne. Álmasok mély mérges lenne, Mackón elég tételt venne, ha megtömnék orgott gyomrát, megcsípkednék kényes órát. Ezért máshol keres étket, elkerüli a sok méhet. Garaj János, a
a méhecske. Mihelyt jókor reggel felszikkad a harmat, a méhecske többé nem ismer nyugalmat. Reddes ides tova, virágról virágra, majd a ligetbe száll, majd a rónaságra. Megnéz figyelmesen minden virágkelje, és örül, ha egy kis mézre valót lehet. Nem csüggöd, ha kevés méz van egy virágban, sok kicsi sokra megy, dúdolja magában. Odvas fában vadméhek, dondiri-dongó, zongó-bongó gyűjtik az amatos friss mézet. Éhes mackó széjjel néz, rumongi mackó, éhú-búhú, csalja az imazunk népes méz. Zengőméhek, nézzétek, rumongi mackó, torkos mackó, nyalja az amatos friss mézet. Lontyos mackó megjárod, zinnagyi méhek nem sajnálják. Tőled a fúlánkot. Odvas fában vadméhek, fúmogi mackó, százan szúrják, vége a falán kedvény. Julász Péter éhes mackó, cammog a mackó, emilli a lábát, ágok között bokra karat, keresi a málnát. Mézet is enne, mászik a fára, de az öreg odvosfának letörik az ága. Fenékre huppan, sajog keze lába, szomorkodik szegény maci, nem lesz vacsorája. Sárga csíkja pihékezve, feketével keretezve. A természet öltöztette, eve csodás csíkos mezbe. Mezen repke száll a széllel, incselkedve a bibékkel. Virág kelhén vígan zenél, édes mézes züm-züm zenét. Köszönjük szépen a gyerekek vidám verseit. Most pedig a tiétek lesz a főszerep, gyerekek. A sátor különböző pontjain várnak titeket arcfestőink, vidám bohócunk, nem csak ügyes kezű, de kreatív kerámiásaink, méhészeink, akik a szorgos méheink őrzői, és nem utolsó sorban a gyerekek nagy kedvencei, az ugrálóvárak. Remélem, hogy ezen a napon az arborétum csendjét, a kacagás és a móka hangjai törik majd meg. Kívánok mindenkinek az elkövetkezendő programokhoz jó szórakozást. Most pedig felkérem a kedves hívott vendégeket, hogy mindenki fáradjon az autójához, és aki esetleg Tiszaigarról szeretné bemenni az üzembe, az átadó ünnepségre, az szálljon fel az autóbuszra, és egymást összevárva, konvojszerűen induljunk el közösen Tiszafüredre. Nektek pedig, gyerekek, kívánunk további jó szórakozást. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, Tiszaigar község önkormányzat által szervezett, az Apigar Szociális Szövetkezet mézüzemének ünnepélyes átadásán. Köszöntöm Xenia Skrilecet, Szlovénia nagykövetasszonyát, Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter úr, a településünk és térségünk országgyűlési képviselőjét, dr. Kálai Mária kormány megbízott asszonyt, dr. Dobozi József tábornok urat a belügyminisztérium képviseletében, Varga Tibort, a Jászlanykun-Szolnok megyei kormányhivatal Tiszafüredi járási hivatalának hivatalvezetőjét, Ádámné Holló Szilviát, a Jászlanykun-Szolnok megyei kormányhivatal Tiszafüredi járási hivatal foglalkoztatási osztályának osztályvezető asszonyát,
környező települések polgármestereit, a református és katolikus egyházak képviselőit, Tiszaigar lakosait és minden meghívott vendéget, aki elfogadta meghívásunkat. Külön köszönet illeti Benánszky Demkó Zsoltot, a Földművelésügyi Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős főosztályvezetőjét. Át is adnám a szót Szilágyi László polgármester úrnak, az Apigar Szociális Szövetkezet elnökének, kérem mondja el ünnepi köszöntőjét. Nagykövet asszony, miniszter úr, kormány megbízott asszony, tábornok úr, elnök úr, kedves polgármester kollégák és mindenki, aki részt vesz ezen az eseményen. Nagy tisztelettel köszöntök. Úgy gondolom, hogy nagy dolog ez egy pici település életében, hogy egy különleges ágba fogott és belevágott a gazdálkodásba. Nem csak a hagyományos önkormányzati tevékenységet végzi, hanem nagyon sokféle szertágazó tevékenységet végez. Ezzel is próbálja a települést tovább életben tartani, működtetni, fejleszteni, és bízunk benne, hogy most még ugyan az önkormányzat segít a szociális szövetkezetünknek, de bízunk benne, hogy évekkel később, majd ez már fordítva lesz, és majd a szövetkezet tud egy kicsit segíteni az önkormányzatnak. Úgy gondolom, hogy eleve nagy dolog az, hogy egy pici település eljuthatott Tiszafüredre, itt vásárolhatott egy ingatlant, és nem is akármilyen ingatlant, hanem egy termelő ingatlant, amit majd később meg fogunk tekinteni magát az üzemet, hogy miről is beszélek. Aki megtisztelt minket és részt vett a 10 órás eseményen, pár szóban említettem magát a méhészeti tevékenységünket, hogy hogy is indult el, hogy is kezdtük ezt az egészet. És valamikor 2010-ben, amikor a belügyminisztérium meghirdette a Start munkaprogramot, akkor azt mondták nekünk, hogy merjünk nagyot álmodni. Mi megpróbáltunk nagyot álmodni, úgy gondolom, hogy az álom, itt ha egy picikét hátra nézünk, meg is valósult. Remélem, hogy mindenkinek az álma ennyire rövid időn belül és ennyire könnyen meg fog valósulni, hiszen úgy gondoltuk, hogy ha elkezdünk valami tevékenységet, jó lenne teljesen végigvezetni, és ha már megtermeljük a mézet, méhészkedünk, akkor be is tudjuk azt csomagolni, és valóban az értékesítésen, a piacon is meg tudjunk jelenni, mint minőségi termék. Úgy gondolom, hogy itt a térségben nagyon fontos az összefogás, és ezt mi szeretnénk is tovább erősíteni, és a főépületben, ami mellett elhaladtunk, szeretnénk kialakítani, illetve ki is alakítottunk már egy Start mintaboltot, ahol úgy gondolom, hogy itt a többi település is hozzánk hasonló módon nagyon sok értéket és terméket állít elő, és itt úgy gondoltuk, hogy Tiszafüred kellően nagy település, nagyváros ahhoz, nem csak maga a település lélekszáma, hanem maga a turizmus véget, illetve a 20-szoros út elég forgalmas, és úgy gondoljuk, hogy ez itt kellő piac lehet, nem csak a mi termékeinknek, hanem a környező települések termékeinek. Bízunk benne, hogy itt a többi település által elkészített, megtermelt termékek is piachoz sikerül juttatnunk, illetve tudunk nekik segíteni az értékesítésben. És úgy gondolom, hogy ez mindenképpen ez egy lépés, ez egy előrelépés, valóban az összefogás megerősítésébe vagy elkezdésébe. Úgy gondolom, hogy itt a polgármesterek között egy nagyon jó kapcsolat alakult ki, aminek fényes példája lesz majd a továbbiakban ez a bolt működtetés. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet és hogy megtisztelt minket jelenlétével. Bízunk benne, hogy mindenkit leendő vásárlóink között tudhatunk, és meg fogja kóstolni mézünket, meg fogja kóstolni egyéb termékeinket, és meg fogja majd tekinteni a termékeinket, amiket készítünk, amiket gyártunk. Úgy gondolom, hogy tényleg nagyon sokféle dologba belefogtunk, tehát már itt a én személyemben is már úgy gondolom, hogy nem is polgármester vagyok, hanem már inkább agronómus vagy TS elnök, mert itt az elléstől kezdve a fialásig, a méhecskékkel való tevékenység, de akár a szántófői növénytermesztés, a kertészeti kultúrával is mindennel tisztába kell lenni, tehát tényleg egy szerteágazó település, de hát ezt szeretjük mindannyian, és ezért csináljuk, és bízunk benne, hogyha nekünk ez az álom ilyen rövid időn belül megvalósult, többieknek is megfog. Kívánok mindenkinek az elkövetkezőben nagyon szép napot, nagyon jó időtöltést, és majd a vendéglátáshoz nagyon jó étvágyat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen polgármester úr ünnepi beszédét, most pedig felkérném dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter urat, tartsa meg köszöntőjét. Tisztelt hölgyeim és uraim, excellenciás nagykövet asszony, tisztelt polgármester urak és hölgyek, szeretettel köszöntök mindenki, települési vezetőket, megyei vezetőket, a belügyminisztérium képviselőit, minden kedves résztvevőt megjelentett ezen a fontos üzemátadó rendezvényen. Tisztelt hölgyeim és uraim, a méhészet
a méhekkel való törődés egy nagyon régi mezőgazdasági ág Magyarországon, hogyha használjuk ezt a kifejezést, de jól tudjuk, hogy ennél sokkal többről van szó, hiszen a méz a méhészetből származó javak, az ennivalóktól a gyógyszerekig, a kozmetikumokig évszázadok alatt szervesen beépültek a magyarság életformájába. És hogyha évszázadokról beszélünk, akkor a történelmi múlt mellett büszkén mondhatjuk azt, hogy a méhészet ma is Magyarországon a mezőgazdaság egyik legeredményesebb, legsikeresebb területe, legsikeresebb ágazata. És ez nem egy puszta szófordulat, rengeteg méhésznek, 20 ezer méhésznek köszönhetjük azt, hogy Magyarország ma is világszerte ismert és elismert a kiváló mézekről, és legyen itt néhány adat. Egy átlagos mezőgazdasági évben a termés az kb. 22-24 ezer tonnát tesz ki, és ennek a háromnegyede, vagy gyakran még több is exportra kerül. És 95%-a nagyon igényes nyugat-európai piacokra. Legjelentősebb exportpartnereink Németország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság, és büszkén mondhatjuk azt, hogy az unión belüli mézkereskedelemnek 40%-a a Magyarországról származik. 40%-a részesedésünk ebből a igazán finom csemegéből, kiváló mézből, és kevés olyan terület van, amire ezt elmondhatjuk. Tehát ott vagyunk a dobogó legfelső fokán, és a célunk az, hogy megőrizzük ezt a helyet. Az éves export árbevétel 60 millió euró körül mozog, és 1,1 millió méhcsaládot tartanak a méhészettel foglalkozók. A világon, Magyarországon a második legnagyobb a méhsűrűség, tehát ez is mutatja azt, hogy a magyar emberek szeretik a méhészkedést, értenek hozzá és látnak benne perspektívát is. Nagyon fontos az, hogy a jó minőségű méz közvetlenül jusson a piacokra, csomagolásban, feldolgozásban, megjelenésben versenyképesnek kell lennünk a bel- és külföldi piacokon egyaránt. Én ezért is tartom nagyon fontosnak azt, hogy Tiszaigar az országban elsőként építette be Start munkaprogramjába a méhészkedést, és hogy a teljes, a termőföldtől az asztalig terjedő vertikumot kialakítják. Ennek egy fontos alkalma mostani, amikor a méz feldolgozó átadása megtörténik, és egyúttal egy olyan üzlet is létesül, ahol a méz, illetve más startmunkából származó élelmiszerek is a vásárlók, a fogyasztók elé kerülhettek. Tehát Tiszaigar volt az első, amely ebben kezdeményezőleg lépett fel, és szerintem ez egy nagyon hasznos dolog. Én kívánom azt, hogy a méhészeti elképzeléseket valóra tudják váltani, fejleszék ezt a fontos területet, minél több ember ismerje meg a méhészkedés fortéjait, van ebben egy szenvedély is, van ebben egy alkotás is, egy alkotási lehetőség, hiszen tulajdonképpen a semmiből lehet javakat létrehozni. Nagy odafigyelés kell hozzá, szakértelem, és nyilván kell hozzá az önkormányzat támogatása is ebben az esetben. És kellenek hozzá a méhek is. Én egy egészen megdöbbentő adatot olvastam most errefele jövett Karcagról. 3-4 millió virágnak a meglátogatásra kell a méhek által, hogy egy kiló méz az asztalra kerüljön. 3-4 millió virág. Tehát hangya szorgalomról beszélünk gyakran, de hát a méhek azok legalább annyira szorgalmasak, és az ember az, aki ezt a munkát összefogja, és a jó Istennek köszönhetően a gyümölcsét élvezi. Sokat kell ezért tenni, és ezért is örülök annak, hogy ez a program ilyen szépen halad. Bízom benne, hogy példa lesz más önkormányzatok számára is. Ezáltal helyi termékek kerülhetnek az asztal, és fönn tudunk tartani egy olyan étkezési kultúrát, amely a mézfogyasztás, a sütemények, különböző ételek kapcsán része a magyar gasztronómiának. Annak is nagyon örülök, hogy nagykövet azt, hogy megtisztelte részvételével a mai programot. Tiszaigarról, a mézes reggeliről érkeztünk. Gyermekek számára szóló kezdeményezés, ezt Szlovénia indította, és a lényege az, hogy a gyermekek ez év adott napján, de lehetőleg minél több alkalommal fogyasszanak mézet reggelire, ismerjék meg azt, hogy a divatos energiaitalok és hamburgerek, chipszek világán túl, a kóla világán túl, ott vannak a valódi értékek az étkezésben is. Itt most ezen a programon több mint 100 gyermek vehetett részt, a szülők is ott voltak, és ezáltal a mézfogyasztás jótékony hatásaira is fel tudjuk hívni a figyelmet.
Az elmúlt néhány évben meg 7-szereződött Magyarországon a mézfogyasztás, így lassanként fölzárkózunk az európai átlaghoz, de bízom benne, hogy ez a mostani alkalom is hozzásegít bennünket ahhoz, hogy ez a felzárkózás azért gyorsabb legyen. A méz az, ahogy említettem, sok család részéről nyújt megélhetést, finom egészséges élelmiszer és hungarikum is, például az akácméz, amely a legkiválóbbak közé tartozik. A mostani beruházás pedig rendkívül fontos, mert munkahelyeket is teremt, 5 új állás jön létre, de a mögötte meghúzódó kenyérkereseti lehetőségek is kiemelendőek. Egy családi ház, amelyet itt láthatunk, ad otthont ennek a mézfeldolgozónak. Én bízom benne, hogy a hátralévő időben a tartalék területeket is lehet majd hasznosítani, és még többen tudnak itt dolgozni, még többen jutnak a megélhetés lehetőségéhez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én szívből gratulálok polgármester úrnak, mindazoknak, akik támogatták ezt a programot. Én bízom benne, hogy ezekből az ötletekből tudunk erőt meríteni, és minél több hasonló elképzelést megvalósítani. És kívánom azt, hogy itt sok finom mézet csomagoljanak, látogassák minél többen ezt a boltot, amely éppen a Hortobágy felé vezető úton van. Helyi termékekkel, nemzeti parki termékekkel, finom mézekkel várja majd az idérkező vásárlókat. Szerintem az a legjobb, hogyha mi is majd követjük a példájukat, és ha erre járunk, akkor betérünk ebbe az üzletbe. Szívből gratulálok még egyszerre, és hát az üzem működéséhez, a szociális szövetkezetnek a tevékenységéhez sok sikert kívánok. Ezeket a terveket, elképzeléseket természetesen a jövőben is támogatom. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen miniszter úr gondolatait, most pedig felkérem dr. Kálai Mária kormány megbízott asszonyt, mondja el köszöntőjét. Tisztelt miniszter úr! Excellenciás nagykövetasszony, tisztelt polgármester úr, tisztelt elnök úr, tisztelt településvezetők, nagy tiszteletű úr, plébános atya, tisztelendő úr, lelkész úr, az egyházak valamennyi képviselője, tisztelt tiszaigari lakosok, hölgyeim és uraim. A kormány megbízotti iroda egyik dísze egy olyan címer, amely mévihaszból készült, és ez tiszaigar címere. Én soha nem fogom elfelejteni azt az első találkozást polgármester úrral, amikor ez a mévihasz címer már készen volt, és sok-sok érték mévihaszból, és a méhészkedés már polgármester úr látószögében volt. Aztán volt egy olyan beszélgetés, amikor már nem a látószög volt, hanem már a megtermelt értékeknek a garmadája, amikor polgármester úr mondta, hogy és már a kaptárakat az ország másik részében is keresik, és keresni kell azt a lehetőséget, hogy hogyan tovább, merre. Emlékszem arra a nagyon tudatos, nagyon felelősségteljes gondolkodásmódra, emlékszem arra a nagyon komoly, jövőben látó, a célt látó, a célhoz való utat pontosan látó gondolatokra, amelynek egyik fontos állomása az, hogy ma itt vagyunk, amelyhez tisztelettel, szívből gratulálok. Mindehhez természetesen kellett az, és erre kiváló példa mai nap, amikor a Nemzeti Ügyek Kormánya, személyesen miniszter úr országgyűlési képviselőként, maga az önkormányzat, és maga a közfoglalkoztatási mintaprogram, a Start mintaprogram így kapcsolódik egybe. Ebben a megyében 90 ember Tiszaigarról vett részt ebben a programban, magából az egész megyéből majdnem 6000-en, és hogyha belegondolok, hogy egy pici kis településnek milyen jövőképet rajzol egy ilyen lehetőség, szívből gratulálok. Polgármester úr nem mondta el, de akik itt ülnek, többnyire mindannyian tudják, azokat a nagyon komoly értékeket, amelyek Tiszaigart jellemzik, hiszen jellemzi az, hogy a 90 fő Start mintaprogramban résztvevőn túl 18 fő a hagyományos közfoglalkoztatásban dolgozik, és ők szolgálják a település építését, szépítését. Hogyha bemegyünk Tiszaigarra, az ember azonnal azt látja, hogy otthon van. Érzi a felelősséget, érzi a gondos kezeket, érzi azt, hogy a polgármester vezetésével a település lakói és gazdái a kisközségüknek. Legyen ez árutakarítás, legyen ez csapadékvízelvezetés, bármilyen olyan munka, amely ahhoz szól, hogy az a természeti környezet, amelyet reményeink szerint egyre többen ismernek meg, ugyanolyan tiszta, rendezett és gondozott legyen. Nagyon-nagyon-nagyon fontos az a mezőgazdasági program, amit polgármester úr érintett, hogy ő maga sokszor már egészen átformálva a település vezetőnek a lehetőségét, felelősségét. Hát ez az a pont, ami a biztosítéka, ami a nagyon komoly mutatója a Tiszaigar fejlődésének, hogy képes a település vezető látva a lehetőségeket megragadni, mert önmagában
A Nemzeti Ügyek Kormánya által nyújtott lehetőség maga a közfoglalkoztatás, a munkaalapú társadalom építése az önmagában egy nagyon fontos kérdés és dolog, de ezt meg kell ragadni úgy, ahogyan Tiszaigaron megragadták, akár a mangalica tenyésztésre gondolunk, bármely mezőgazdasághoz kapcsolódó programot emelnénk is ki. A mai átadó ünnepségen egy egészen unikális dologról van szó, hogyha az ember valóban a hangya szorgalmat és a méhek szorgalmát hasonlítja össze, akkor, hogyha most egy film pörögne a tiszaigariak előtt, polgármester úr szeme előtt, akkor az első lépéstől, az első gondolatától a Start Mintaprogram megszervezésének a mai napig, és én azt hiszem, hogy itt egy határozott jövőkép is van előttünk, a jövőbe is jól látva, ezért nagyon keményen dolgozva, biztosak lehetünk abban, hogy valaminek a kezdeténél tartunk, aminek nagyon komoly kifutása lehetséges. Nagyon komoly kifutása, hiszen ennek a településnek a vezetését és az itt lakókat egy nagyon komoly kreatív gondolkodás jellemzi. Fontosnak tartják azt a marketing munkát, hiszen gyanítom, hogy az ország különböző részeiben, ahol érdeklődés volt a termékek iránt, kisebbségben jöttek el Tiszaigarra megnézni. Az a komoly marketing munka, jó hírvivő, meggyőződésem, hogy nem csak Tiszaigar hírét, hanem tulajdonképpen egész megyénk hírét is viszi. Hogyha belegondolok, hogy a vidék szerepe, a vidékben betöltött szerepe, a vidék fejlesztésében betöltött szerepe egy-egy ilyen programnak, egy-egy milyen munkának nagyon komoly megbecsülést érdemel. És az ember soha nem feledkezik el a társadalomról. Én magam a helyi újságban olvastam, amikor a Start, mint a programos csapatból egy színjátszókör alakult. Nyilván ez arról szól, hogy az emberek az értelmes munka végzése során az értelmes együttlétekkel teljesen természetes az, hogy közösségé formálódnak, és a közösségé formálódás során pedig olyan értéket teremtenek szívjóságból saját maguk, saját települések épülésére, ami azt gondolom, hogy egy egészen kis, különös kincse ennek a történetnek. Polgármester úr említette, én magam is elgondolkodtam a szociális bolton, hogy amikor egy fejlesztés elindul, hogyan folytatódik tovább a gondolkodásmód, és köszönettel fogadom azt, hogy a környék településvezetői itt vannak, összefognak, hiszen egy-egy település önmagában sokkal kevesebbre képes, mint egy hálózatban, mint egy láncolatban, amelynek minden esetben a fókuszában az ott élők boldogulása szerepel. Hogyha majd Tiszaigar történetét olvassák utódaink, akkor meggyőződésem, hogy 2015. február 17-e aranybetűvel lesz ebben az évkönyvben, hiszen magának a szociális szervezetnek a bejegyzése erre a napra tehető. Azzal, hogy a polgármester is fogalmazta, hogy most még az önkormányzat segíti, de biztosak lehetünk abban mindannyian, hogy eljön az az idő, amikor majd ez pontosan fordítva lesz. Én ehhez kívánok mindenkinek hitet, erőt, kitartást, olyan típusú gondolkodást, amely eddig is jellemezte a települést, megragadja a lehetőségeket, él vele, hozzáteszi a szívből jövő, kemény, határozott munkáját. Köszönöm szépen ezen a gyönyörűséges napon, hogy egy ilyen fejlesztésnek lehetünk közösen részesei. Tisztelettel köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönjük szépen kormány megbízott asszony kedves szavait. Most pedig felkérném a szlovén nagykövet asszony, kérem tartsa meg mindenki beszédét. Kedves miniszter úr, tisztelt egybegyűltek. A miniszter úr már elmondta, hogy kerül egy szlovén nagykövet ide. Ez lett volna a bevezető. Én nagyon örülök annak, hogy ma itt lehetek. Hogy ez az alkalom lehetőséget adott nekem, hogy megismerjem Magyarország ezt a gyönyörű szegletét munkatársammal együtt. És nagyon remélem, hogy a mai napon lesznek még újabb gondolatok, abba az irányba, hogy építsünk szlovén-magyar kapcsolatot, bevonva ezt a térséget is. A miniszter úrral valóban egy mézreken vettünk részt, és nem először. Tavaly ősszel Magyarország is csatlakozott ahhoz a szlovén kezdeményezéshez, most már európai kezdeményezéshez, de 10 évvel ezelőtt csak Szlovéniában a méhészek és az oktatók, tanárok, nevelők, gyerekek összefogása arról szólt, hogy a méhészek bementek az iskolákba, óvodákba, és elvitték a gyerekeknek a mézet. Minden olyan elemmel együtt, amit a méz magában hordoz, a szorgalom, az egészség, a természetközeliség, az a felkiáltó jel, hogy a természetünkre, amellyel együtt élünk, vigyáznunk kell, és törekednünk kell az egyensúlyra.
Úgyhogy ezt a kezdeményezést nagyon örülök, hogy Magyarországon is futótűzként terjed. Azért is örülök, mert a méhészet, mint olyan nagyon erős hagyományra tekint vissza. Mária Terézia egyik méhész szakembere szlovén volt. De a szlovén méhészek nagy becsben tartják a méheket, hiszen még a kaptárokat is kifestik. Úgyhogy ez is egy összekötő kapocs közöttünk. Kívánok, amilyen gyönyörű ez a mai nap, és amilyen jövőbe tekintő, kívánok sok sikert a kezdeményezésükhöz, és azt, hogy erősödjön és növekedjen. Köszönöm. Köszönjük szépen nagykövet asszony beszédét, most pedig fogadják sok szeretettel a Tiszaigari Szociális Intézmény műsorát. Tavaszi kikeletbe, átadásra jöttünk össze. Uj, 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 uj. Köszöntsük a vendégeket, minisztert és nagykövetet. Uj, 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 uj. Hálás, amit feladatunk, örömünkben csúlyogatunk. Uj, 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 uj. Szövetkezett létrejött a polgármester tüneménye. Uj, 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 uj. Méhészkedés meg a többi jó kis hasznot fog majd hozni. Uj, 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 uj. Mertek nagyot álmodni, méhész gyárat megvenni. Uj, 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 uj. A szorgos kis bogarak megtöltik a hordókat. Uj, 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 uj. Az üzembe kerülve, bekerül az üvegbe. Uj, 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 uj. Tisza igar aranya így kerül a polcokra. Uj, 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 uj. Határon innen és túl a kereslet megindul. Uj, 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 uj. Nem kell nekünk más egyéb, csak a hírünket vigyék. Uj, 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 uj. Kerámia, ajándék, tehát kreativitást mutatják. Uj, 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 uj. Értékes kis emberek értéket teremtenek. Uj, 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 uj. Start programnak ez a célja, ez a mozgató rugója. Uj, 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 uj. Szociális szövetkezet önfenntartás oda kezdett. Uj, 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 uj. Jó irányba haladunk, növekszik a vagyonunk. Uj, 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 uj. A sportforma farmunk olyan szép, csodájára jár a nép. Uj, 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 uj. Van ott minden, amit kell, felsorolom, ahogy kell. Uj, 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 uj. Libák, tyúkok, manga, licák, racka, birkák, pulik, kutyák. Uj, 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 uj. Annyi állat van ott még, egész nap itt állhatnék. Uj, 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 uj. Fólia alatt a mag, kicsi rázik hamarabb. Uj, 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 uj. Jó minőségű zöldséget szívesen veszik a népek. Uj, 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 uj. Astarfánból annyi elég, ki nem hiszi, jöjjön felé. Uj, 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 uj. Méz mellett más terméket, viszik a jó hírünket. Uj, 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 uj. Bármi történik velünk, új néplapba kerülünk. Uj, 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 uj. Nem jut eszünkbe már semmi, itt kell most már befejezni. Uj, 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 uj. Kívánunk mindenkinek eredményes jó éveket. Uj, 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 uj. Szépen a Tiszaigari Szociális Intézmény kedves műsorát. Most pedig felkérem a református egyházor Fazakas László lelkipásztor urat és Szabó Konrád Sándor tiszteletes urat, illetve a katolikus egyház részéről Bereckei Miklós plébános urat, hogy áldják, illetve szenteljék meg az üzemet. Ezért kérem a tisztelt jelenlévőket, fáradjunk az üzem bejáratához. Kedves testvérek, minek előtte vennénk Isten áldását. Három dolgot szeretnék elmondani röviden, természetesen. A mézzel kapcsolatban, amit talán minnyájan tudunk, csak a családunkra, a munkánkra,
és a társadalomra általában nem szoktuk alkalmazni. Első renden azt szeretném elmondani, hogy a méz az egy nagyon tiszta dolog. Bármit belekever az ember, bármi belekerül, a méz kidobja magából. Feljön a tetejére, le lehet venni, és kristálytiszta marad. Hogyha az ember valami újba kezd, nagyon fontos, hogy ez a tisztaság, hogy a rossz dolgok kikerüljenek, az meglegyen. Meglegyen a családban, meglegyen egy munkahelyen, egy önkormányzatnál, meg meglegyen a társadalmunkban. A második dolog, azt is tudjuk talán mindnyájan, hogy van egyetlen egy elem, ami tönkre tudja tenni a mézet, ez pedig a víz. Minden kidob magából a méz, de ha vízzel keverjük össze, rögtön megromlik. Talán ismerjük mindnyájan a mondást, hogy bort inni és vizet prédikálni. A víz ilyen formában az emberi életbe is, és csak a víz folyik, és csak a víz folyik, és semmi tartalma nincs, az tönkreteszi a mézet, tönkreteszi a családot, tönkreteszi a munkahelyet és a társadalmat. És a harmadik dolog, amit megint csak mindnyájan tudunk, csak nem mindig gondoljuk végig, egyetlen egy méh nem tud mézet csinálni, tíz sem, száz sem tud méhet. Tehát kell hozzá egy kolónia, vagy ahogy mi magyarok hívjuk, egy mély család kell, ahol mindenki tudja a maga dolgát. És akkor abból méz lesz, és édes lesz, és gyarapodni fog. Adja meg a minden kegyelem Istenet mindnyájunknak, hogy a méznek ezt a három nagyon fontos tulajdonságát alkalmazzuk a mindennapi életben. És mindezeknek utána Istennek népe, te, aki erre a mézüzemre tekintesz, és örömünnepre gyűltél ma össze, és majdan akár munkáddal, akár más tevékenységeddel ennek a mézüzemnek a munkáját segíted, és ahogy hallottuk, jó hírét viszed a világban, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. Nagy tisztelettel, Krisztus szeretetével köszöntöm kedves mindnyájukat. A hétköznapok bölcsességéből jól tudjuk, hogy emberi a munka, Istené az áldás. A munka egy jó része elkészül. Aztán majd tovább folytatódik, most ünnepi lélekkel, a húsvéti szent időben az Úristen áldását kérjük erre a munkahelyre, és mindazokra, akik itt dolgoznak. Olyan sokat hallottunk a méhek csodálatos világáról, a mézről. Amikor megkaptam ezt a meghívást, akkor a húsvéti időben különösen is aktuális képpen eszembe jutott, hogy hozok magammal én is valamit, ami a méhekhez kötődik. Ha valaki belép most a templomunkba, a templom szentélyébe található a húsvét éjszaka meggyújtott nagy gyertya, amely Krisztus jegyeivel van fölékesítve, a kereszttel, az öt tömjén szemmel, ami az Úr sebeit jelképezi, az alfával és az omagával hirdetve, hogy útjaink kezdetén és végén feltámadt Krisztus áll. Olvasható rajta 2015, ami emlékezésünkbe vési, hogy az Úr ebben az esztendőben is velünk van, velünk halad, és ahogy ma is látjuk, megáldja az emberi munkát és fáradozást. Amikor nagy szombat este a templom előterében új tüzet szenteltünk, erről a tűzről gyújtottuk meg a gyertyát, amely a feltámadt Krisztus jelképezi. A templomba érve többek között a következő dicséret hangzott el a Krisztus jelképező gyertya közelében. Ez éjszakáért fogadd el tehát mennyei szent atyánk,
a dicséret esti áldozatát tűnünk. E gyertyában a méhek munkáját, a néked szolgáló papság által ünneplő szent egyházad nyújtja néked. Már tudjuk, mit hirdet ez a gyertyaszál nékünk, mely az égi tűzről Isten dicséretére gyulladt lángra. És bármi sokfelé osztottuk szét lángját, e megosztásból semmi kár nem érte. Mert olvadó viasz táplálja szüntelen, amit egy gyertyához a dolgozó méhek gyűjtöttek. A templom húsvéti gyertyája a dolgozó méhek munkájából, viaszából készült. Világít és hirdeti az örök világosságot Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, emberi a munka, isteni az áldás. A mi Urunk, aki a világot teremtette, s az hatalmának csodajeleivel megtöltötte, az ember munkájának kezdetét is megszentelve, hogy az a teremtő jóságát alázatosan követve, magát a teremtés napról napra való tökéletesítésének szentelje. Imádkozzunk most hozzá, alázatos lélekkel. Irányítsd, Urunk, kezünk munkáját. Áldott vagy, aki a munkát elrendelted, hogy értelmünkkel és kezünkkel munkálkodva odaadóan fáradozzunk az általad teremtett és ránk bízott világ tökéletesítésén. Áldott vagy, Urunk, aki munkánk igáját Krisztusban édessé, terhét pedig könnyűvé tetted. Áldott vagy, aki gondviseléseddel arra ösztönzöl bennünket, hogy munkánkkal mindig a legtökéletesebb dolgokat hozzunk létre. Könyörögjünk. Istenünk, szent fiat kétkezi mesterséget gyakorolván megadta az emberi munka méltóságát, és nekünk is példát adott, hogy munkánkkal kimondhatatlan módon mi is csatlakozzunk a megváltás művéhez. Erősítsd meg híveidet a kért áldással, hogy akik tehetségükkel az általad teremtett dolgok átalakításán és megszentelésén fáradoznak, önnön méltóságukat felismerjék, és a te dicsőségedre boldogan szenteljék magukat az itt élő emberek, a tiszaigari nagy család fejlődésének, növekedésének és megszentelődésének. Krisztus a mi Urunk által. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre az üzemre, és mindazokra, akik itt dolgoznak, fáradoznak. Krisztus a mi Urunk által. Tisztelt és szeretett egybegyűltek! A képmására ember teremtő Isten ezt a gyönyörű világot azért adta az ember számára, hogy azt benépesítse, belakja és gazdája legyen. Ezért mindent el kell követnünk, hogy nehogy egy gazdátlan világban, és még kevésbé ne a társas elidegenedésnek a világában éljük le az életünket. És erre egy rendkívül kiemelkedő példa, ami elhangzott, s aminek gazdasági, kereskedelmi, egészségügyi, együttműködési és távlatos vonatkozásai miniszter úr, nagykövetasszony és az érintettek velünk így mélységében megértették. Nyilvánvaló, hogy a bibliai üzenetnek a hozadékát kell átadnunk a szolgáló lelkész társaimmal, és mindjárt arra emlékeztetem a kedves testvéreket, hogy Isten ahhoz, hogy vonzalmat ébresszen gyermekeinek a szívében, a következő megfogalmazásban mutatja számukra a vonzóvá váló, megígért földet,
tejjel és mézzel. A legtisztább és a legnevesebb, de ugyanakkor félreértés ne essék a kifejezésért, az élettere igazán minőségivé tevő jelképek ezek. Így haladnak, és ennek van egy mennyei vonzata, amelyre majd az új szövetség reflektál. Így az, hogy Árpádházi királyainknak a krónikásai különös tekintettel az a bizonyos Péternek vélt mester, a Pédictus Magister, a névtelen krónikás Anonymus átveszi ezt, és a honfoglaló törzsek kapcsán a Kárpát-medencéről, ugye Szlovéniától, a szürke méhektől, most már önkéntelenül adódik a szürke marha, a racka és egyebek mangalica, amit elhangzott, a Kárpát-medencét nevezi tejjel és mézzel folyó földnek. Tehát mi jogutódokként ismerjük föl, és mai itt élő népek és nemzetek látjuk azt a gazdagságot, ami aztán nemzeti sajátosságaival is kiemelkedik. Ugye amikor tejjel és mézzel folyó volt, akkor még Kolumbusz nem vette számításba az Akácfa Hungarikummá válását, de azt igenis láttam külföldi tartózkodásom alatt, hogy a britek előszeretettel a magyar mézet keresték és megjegyzéseket tettek a cukorból készült dömping kínai mézre, amivel elárasztják itt-ott jutágyosabb áron a piacon. Nos, a tejjel és mézzel folyó állapot az a boldog béke idő, amit jellemez. Az új szövetség két esetben hangsúlyosan szól a mézről. Az egyik az aszkétikus életű keresztelő Jánosnak a szolgálatához kapcsolódik, hogy ő vadmézet és egyebet, ugye sáskát evett. Az ószövetségi kapcsolódás vonzat az elmarad, ott inkább figyelmeztetések vannak, mert a csábításnak is lehet jele a méz, ez persze jó, hogyha most csábítak bennünket a mézevésre, csak ott intő példa, hogy mert mézet csepegnek az idegen asszony ajkai, tehát ezért óvakodj tőle, fiam. De van egy mennyei csábítás, és erre érdemes odafigyelnünk, mely így szól a Jelenések könyvéből, az angyal mondja, tehát Isten mennyei követe, vedd el és edd meg. Megkeseríti ugyan a gyomrodat, de a szádban édes lesz, akár a méz. Isten kijelentése, mely ha kell dolgál, leleplez, ránk olvas, minősít bennünket, de bűnt bocsájt, felold, és édessé teszi ezt az életet. Adja jó Isten, hogy ennek az egészéből kiki a maga reggeliét, mint Isten adta méz reggelit magához vehessen. Engedjék meg, hogy végül Kurmadaras és Tisza Igar református lelkészeként a települések presbitériumainak és templomos népének az ünnepi alkalomra szóló jó kívánságait átadhassam. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hagyjunk be az üzembe. Thank you.
Hát kívánom, hogy ez a gépsor nagyon sokat dolgozzon. Visszaigyeljek önnél. Azaz a harmadik, a házsától működés.